Folyamatosan érkeznek az egyébként Budapest felé tartó autók a kálmánházi pihenőhelyre. Az ellenőrzést senki nem kerülhette el kedden az M3-as Szabolcs megyei szakaszán. Ahogyan az a háta mögött is látszik, mindenkit leterelnek az M3-as autópályáról. A Strádának ezen szakaszát egysávosra szűkítették, hogy mindenkit biztonságosan le tudjanak terelni a kálmánházi pihenőhelyhez, ahol az ellenőrzések tartanak. Hadd kívánok, rendőrség közötti ellenőrzést, vezetőengedélyt, személyigazolványt, lakcímkártyát, forgalomengedélyt kérek ellenőrzésre. Az okmányok ellenőrzése csak egy része volt az akciónak, a rendőrök át is vizsgálták az autókat. Az M3-as autópálya a magyar úthálózat egyik fontos ütőere. Ukrajnán keresztül Kelet-Európa, Szlovákián keresztül pedig Észak-Európa országai felé teremt gyorsforgalmi közúti kapcsolatot. A megállított autók között ezért volt ukrán, román, szlovák, cseh, sőt olasz és osztrák rendszámú is. A rendőrök azonban fel vannak készülve a kommunikációra, a legfontosabb kifejezéseket több nyelven is tudják. Az átfogó vizsgálatot a kamionosok sem kerülhették el. A rendőrség az akcióba bevonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Nemzeti Közlekedési Hatóságot és a polgárőrséget is. Ma nem csak a sofőröket, utasaikat is ellenőrizték. Az elsőleges célja természetesen a baleset megelőzés. Ugye a demonstratív rendőri ellenőrzéssel felhívjuk a figyelmet a baleset veszélyre, illetve a balesetek megelőzésére. Másodlagos célja a migrációs mélységi ellenőrzés, és szeretnénk az akció során kiszűrni a ittosan közlekedő járművezetőket. Az akció reggel 9 órától délután 16 óráig tartott. Az ellenőrzések eredményeiről holnap ad tájékoztatást a rendőrség.